Dörflinger Dodinak az öccse sebész egy rendelőintézetbe, és hát egy kisebb hátsó korrekcióra volt szükségem. A kipufogót meg kellett sallerozni. Még akkor nem tudtam, hogy egy adótlanul lelkembe kis rőzsadalokkal mentem, és ugye mindig el szoktam mondani, hogy soha nem szeretek betegek előtt bemenni, hanem inkább akkor megyek, amikor nincsenek. Tehát például van egy isteni urológusom, ugye ő szokta kérdezni, hogy Fábri úr tudja, mi ez? Hát mondom, ez a doktor úrnak a középső ujja, ez az én szemem. Kérdeztem, hogy mikor menjek, azt mondja, jöjjön vasárnap, akkor jobban el tudunk mélyedni egymásban. Ügyeletes vagyok, és akkor nagyon jó, mert akkor szépen körbe totyogunk a különböző részlegeken, mindent ő nyit, egy kis ultrahang, hát az a legédesebb, akkor a kezembe adja a kakaskát, és mondja, hogy ha volna olyan kedves megfogni, ez mégiscsak az öné. És ez valami olyan lelki finomságról tesz. Na mindegy. Szóval most Dörflinger Dodi öcsével kapcsolatban nem jól egyeztettem, és ott ültek kint a betegek. És mondtam az asszisztensnőnek, hogy itt vagyok, de hát látta ezt ő magától. Behívtak igaz egy másik ajtón, és a nép megszólalt. Szóval most megtudtam, mit érezhet Ferenc testvér. Valahogy ez róla leperek, hát most már a bőre iránt a NASA érdeklődött, mert erősebb, mint a Kevlar. De én ebben megrokkanok, szóval nem volt. Na, el kell mondjam, nem volt jó érzés besuttyani, aztán ami bent történt, hát arról le is beszélj. Na, ahhoz puf.